Idén is 8 héten keresztül nyári tábor várja Hévízen az általános iskolás gyerekeket. Harmadik éve kerül megrendezésre ez a nyári tábor, természetesen az önkormányzat anyagi segítségével, és úgy gondoltuk 3 évvel ezelőtt, hogy nagyon-nagyon sok gyereknek lenne szüksége a nyári táborra, hiszen itt Hévízen a szülők többsége dolgozik egész nyáron, és így került megrendezésre 3 évvel ezelőtt. Hány gyermeket tudnak fogadni? Az első ízben, az első évben csak 20 gyerek jelentkezett turnusonként, aztán a következő évben ez megkétszeröződött, és most elmondhatom azt, hogy meg háromszorozódott a létszám ebben az évben, tehát vannak olyan turnusok is, ahol 60-70 gyerek is igényt tart erre a táborra. A szülőknek jár ez valamilyen költséggel? A szülőknek ez természetesen teljesen ingyenes, minden anyagi vonzatot az önkormányzat áll, csak az étkezésért kell fizetni, tehát napi 3-szori étkezést kapnak a gyerekek, 10 órait, ebédet és uzsonnát, és így körülbelül 400 forintba kerül a szülőknek. Mit készítetek éppen? Éppen üveget festünk. Tetszik ez neked? Igen. Milyen más programok vannak még itt? Hát lehet gyöngyözni, lehet gyurmázni, meg lehet gipszet festeni. Melyik a te kedvenced? Hát ez. Először vagy itt a táborban? Igen. Szívesen jönnél jövőre is? Jó társaság van itt? Igen. Milyenek a visszajelzések a táborról? A gyerekek nagyon nagy örömmel töltik itt a nyarat ebben az iskolában. A programok nagyon változatosak, a gyerekek nagyon-nagyon szeretnek itt lenni, és ugyanezt mondható el a pedagógusokról is, akik ezt vállalták nyáron turnusonként, ők is nagyon nagy lelkesedéssel készülnek ezekre a hetekre. Önnek ez teljesen természetes volt, hogy a nyárból is szán erre időt, hogy itt legyen az iskolában? Igen, tavaly is részt vettem, és nagyon tetszett, és idén is ez nem volt kérdés. Tehát nagyon szeretem a gyerekeket, és meg úgy gondolom, hogy ez kölcsönös itt a nyári napköziben. Milyen programokkal készülnek a gyerekeknek? Egyetlen egy fix programunk van, ez a mozi, kedd délután. Mindig elmegyünk a rendes meghirdetett előadásra, és ezt nézzük meg. Ezen kívül rengeteg kézműves foglalkozás van a gyerekek számára, és amikor a sportcsarnok nyitva áll, akkor sportprogramokat szoktunk szervezni a gyerekeknek, illetve kint a focipályán a fiúk nagyon szeretnek focizni, pingpongozni, tollasozni, és különböző labdajátékokat szeretnek végezni. Élvezik a gyerekek? Jól érzik magukat? Igen, én azt hiszem, hogy a gyerekeknek a legjobb társaság maga a gyerektársaság, és ők nagyon kreatívak, önmaguk is találnak ki játékokat, és mégsem unatkoznak, és szerintem az a legfontosabb, hogy nem a tévé előtt ülnek otthon, és ami még a kedvenc játékok, a bunkerépítés. Mint láthatjuk, a tanév szigorúbb hónapjai után az iskola épületét a vakáció hangulata tölti be. Sokkal szabadabb a légkör, nincsenek olyan szigorú szabályok, mint a tanórákon, a gyerekek is felszabadultak, meg lehet őket ismerni egy teljesen más oldalukról, például a kreatív oldalukról, vagy éppen azt is észreveszünk, hogy melyik kisgyerek az, aki szeret egész nap dolgozni, kézműves foglalkozásokon részt venni, vagy ki az, akit ez egyáltalán nem érdekel, inkább szaladgál, rohangál a többiekkel, és játszik a saját korabeliekkel. Most homokozunk, a fiúk ott várat építenek, meg a csigák, hernyóknak várat. Mi minden más program van itt nektek? Van körmöcskézni is lehet, mozizni is megyünk, fagyit enni is megyünk, üvegfestéket csinálunk, barkácsolunk, ilyen vázákat csinálunk, amiben virágokat teszünk. Jó a társaság, szívesen jönnél legközelebb is? Igen, nekem tetszik a napközi. Az előző évben is voltam, és az is tetszett.